Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Valamennyien a Vitalitás, azaz Élet Erő című műsornak a nézői. Béki László vagyok, a műsor gazdája, és a mai vendég Mester Károly mérnök úr, akinek pár napja a névjegye bővült egy kicsit. Nem agrármérnök, illetve ez maradt természetesen, de két új gyönyörű cím is alá került. Egyik az, hogy természetgyógyász, másik az, hogy fitoterapeuta. Úgy hallottam, úgy tudom, hogy mérnök úr a fitoterápia vizsgát kitüntetéssel tette le, és amikor vizsgázott, akkor a vizsgabiztosok, hát úgy mondjam, nagyon finoman mondom, hogy sokat tanultak tőle. Mérnök úr, tiszta szívből gratulálok. Köszönöm szépen, tanár úr, jó tanárom volt, tehát most. A másik az, hogy hölgyeim és uraim, írtó nagy káosz van a krónikus degeneratív betegségek ok-okozati összefüggéseinek elemzésével. Rengeteg új és még újabb olyan betegség jelentkezik, amiről 50-100 évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy van. Sőt, tovább megyek, el se tudtuk képzelni, hogy van. Aztán kiderült, hogy nincs olyan nap, hogy valami ösztene zavarodna az emberi szervezetben, és valami szokatlan szimptomával ne jelentkezzen, és aztán elkezdik vizsgálni, aki legelőször leírja, arról aztán megkapja a nevet, és innentől kezdve exponenciálisan emelkedik ahhoz a betegséghez tartozó kór esetek száma is. Mérnök úr, hol rontódott el a dolog? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát nekem van egy mintám, tehát a minta az nagyon érdekes. Tehát mi mindannyian a Földnek a teremtményei, vagy az élőlények, tehát a gazdasági állatok, illetve az emberek is ugyanabban a táplálkozási környezetben élünk. Tehát ugye gyakorlatilag ugyanazon a szántóföldön, ugyanazzal a technológiával termeljük meg a növényeket, aztán ugye gyakorlatilag ugye a vegyszeres mezőgazdaságnak az összes hatása éri az állatokat és az embereket is, ugye a génmódosított mezőgazdaságnak a hatása éri az állatokat is, az embereket is. Ha most ugye megnézzük a génmódosított mezőgazdasági termelést, akkor gyakorlatilag az amerikai kontinens ugye előttünk jár. Nagyon előttünk jár, hiszen ott a talajvizeknek a glifozát tartalma hát közel százszorosa, mint nálunk. Tehát tulajdonképpen a minta az előttünk van. Tehát egy Ellen Archibald nevezetű az Edinburgh-i Egyetemnek a professzora, az Edinburgh-i Egyetemen együtt van az orvosi és az állatorvosi kar. Tehát ő mondta, hogy gyakorlatilag a sertés az a modellállat az ember tekintetében, mert minden kísérlet, főleg a gyógyszerkísérletek, amik ugye az ember vonatkozásban, ugye embereken nem kísérletezünk még, ugye már ott kipróbálás van, hogyha már olyan szintű eredmények vannak, viszont az állatokon ugye gyakorlatilag lehet kísérletezni, hát bizonyos feltételek mellett, és gyakorlatilag a humán vonatkozásban minden esetben a sertés adja a legjobb eredményt. Na most innentől kezdve ugye gyakorlatilag mondjuk egy témát kiragadva, például a kognitív képesség, tehát azt, hogy milyen szinten tudunk tanulni, a megismerésünk, tehát ezek a képességek, amelyek, ugye hát nyilvánvalóan az embereknél a beszéd is, ugye hozzá, a gondolkodás is hozzájárul. Például az állatoknál ez a kognitív képesség, például a fiatal állatoknál hogyan sérül? Mert sérül. Tehát gyakorlatilag én egy kicsit itt meg szoktam védeni magamat, hogy meg kéne keresni azokat a pontokat, amelyek ezeket a betegségeket, amit te említettél, tanár úr, hogy, és ugye egyre több van, tehát ugye Egyesült Államokban az Alzheimer-kór az egy óriási probléma. Bennünket egyre jobban érint, tehát egyre jobban érint ez a kérdés, és ez akkor fog felgyorsulni, hogyha tehát a vegyszeres mezőgazdaság, illetve
a génmódosított mezőgazdaság még nagyobb mértékben be fog gyűrűzni Magyarországra is. Mert ez várható, hiszen a globális kereskedelem révén gyakorlatilag, hát ugye a világ szójatermesztésének most már 99% az génmódosított. Tehát ugye ezek a, tehát ne is reménykedjünk benne, hogy a profitorientált multinacionális vállalatok azok majd GMO-mentes szóját fognak termeltetni. Tehát mondok egy számot. Ma Magyarországon, hogy amúgy is katasztrofális a takarmány alapanyagok ára, 28 ezer forint körül, 26-28 ezer forint egy mázsa, tehát 100 kg ugye GMO szója. 48 ezer a génmódosított, illetve bocsánat, a GMO-mentes szója, és ugye az egy full-fed szója, tehát még alacsonyabb is a fehérje tartalma. Tehát ilyen árarányok vannak, és ugye gyakorlatilag minden esetben, amikor nagyvállalati, tehát multinacionális cégektől kerülnek be az alapanyagok, vagy onnan próbálunk vásárolni, akkor gyakorlatilag ezek tulajdonképpen ide jutnak, és ugye kimondunk egy varázs szót, amit nem mindenkinek kell azért megjegyezni, csak legfeljebb, aki kicsit otthon van ebbe, ezt úgy hívják, hogy a Kinurenin útvonal. Na most erről többet nem fogok itt beszélni, ez a Kinurenin útvonal sérül. Hogyan sérül? Tehát úgy sérül, hogy a gyorsan szaporodó sejtjeinkbe az energetikai folyamatok, tehát a sejtszintű energia termelés nem tud megvalósulni. Tehát ezért van például a gyerekeknél egy úgynevezett mitokondriális betegség, ami gyakorlatilag ezeket neurodegeneratív betegségeknek a megfelelője fiatalkorban, és ugye gyakorlatilag, ha megnézzük a mintát, az, hogy a világ fejlett sejtéstartással rendelkező országokban, azokon a helyeken, ahol gyakorlatilag a globális takarmányiparnak a receptúrája szerint mondhatnám azt, hogy a precíziós takarmányozás szerint ugye takarmányozzák az állatokat, ott minden esetben 10-15% a kismalacoknak mitokondriális beteg, úgy hívják, hogy TFPS szindróma, rá lehet keresni, akit érdekel. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a teremtésnek egy olyan alapvető folyamata, és gyakorlatilag ez a bőrpellagra betegséghez kapcsolódó, ugye ez a niacin vagy nikotinsav amid hiány, tehát nem is tulajdonképpen niacin, a niacin amid, vagy a másik neve a nikotinsav amid, ugye Goldberger József, ez egy magyar származású Amerikában élő tiszti főorvos volt, aki gyakorlatilag leírta ezt a betegséget, és ő 4D-s betegségnek nevezte, ugye a dermatitis, a bőrgyulladás, diarrhea, hasmenés, azért, mert a bőr nyálkahártyán a bélhámsejtek nem tudnak szabályosan kifejlődni, aztán a demencia, tehát gyakorlatilag tehát az agyi képességek, a kognitív képességek, és ugye a következő lépés, a 4. D betű, az a dead, az a halál. Tehát tulajdonképpen úgy fogalmazom meg, hogy kúszik be ide ez a probléma, és a gyorsan szaporodó, ugye hát a bélhámsejtek ugye gyakorlatilag azok nagyon gyorsan szaporodnak, tehát ugye 14 napot él egy bélhámsejt, és ott ugye ezerrel történik a szaporodás, és hogyha ezt nem tudja finanszírozni energetikailag azért, mert ugye ez a nikotinsav amid a Kinurenin útvonal mentén ugye megképződik belőle, az a molekula, NAD-nak hívják egyébként, ami gyakorlatilag hát ugye a közös barátunk Boros professzor úr által ugye emlegetett ugye gyakorlatilag protonpumpában a hidrogénnek a beesését, ugye, tehát tulajdonképpen ez az elektrongrádiens nem jön létre, nem tudja áthúzni a membrán egyik oldalról a másikra a protont, és gyakorlatilag nem működik a nanomotor. Tehát egy glükóz molekulából 94%-ban az e mentén képződik meg.
Tehát gyakorlatilag ez a legalapvetőbb biokémiai, tehát energetikai folyamat sérül a szervezetbe, és tulajdonképpen az agy nem kap megfelelő energiát, a bélhámsejt nem kap megfelelő energiát, nem tud szaporodni, nem tökéletes a felszívódás, tehát mi azt hiszük, hogy csak egy kis apró probléma van, nem. Ez egy nagyon fontos útvonal a szervezetnek, ez a kinurennin útvonal, és ugye én ezt nagyon régóta figyelem az állatoknál, tehát a minta ott van előttünk, a minta. Ezt kell figyelni. Ugyanaz de a bocsáss tápa... meg, egy kérdésem van. Azt hiszem, emlékszel Czakó professzor így úrra. Van. Így van. Ő kezdte tulajdonképpen az etológia alapjait lerakni, aztán utána többen világhírű etológusaink vannak. Tehát ezek szerint az etológia, amit most fölveszünk kutatások alapján, itt a falka összeállítás a szociális sorrendtől kezdve minden ezek szerint már nem igaz, hanem torzul gyakorlatilag az egész, kemikáliák által eltorzított dolgokról beszélünk. Tehát amire most azt mondjuk, hogy például etológiai rangsor vagy adaptációs képesség, ez már nem az, amit 50-60 évvel ezelőtt tanultunk az egyetemen. Teljesen igazad van. Tehát ugye, hát én nem, tehát elég régen foglalkoztam, vagy egész hosszú ideig foglalkoztam ugye gyakorlatilag sertéssel, aztán több száz sertéstelepen voltam, tehát rátekintek a világra is. Na most ugye a Czakó professzor idejében ugye megjelent ugye könyv a gazdasági állatok viselkedéséről. Ugye ott le volt írva, hogy hányszor evett, hányszor pisilt, mennyi időt aludt, és mennyi időt táplálkozott. Most egyszerűen nem fekszik le a malac. Tehát állandóan fáradt, hát ugye rossz bélbaktériumok dolgoznak, neurotoxinok, ugyanaz, mint nálunk. Az embereknél is gyakorlatilag ezek a mentális dolgok, tehát hogy ingerlékenyebbek vagyunk, nem, a stressztűrő képességünk nincsen meg. Ugye volt egy nagyon kedves kollégám, úgy hívták, hogy gondolom nem haragszik meg a nevéért, Csatlós Imre. Kollégám ugye fölhívott engem, hogy figyelj ide, Karcsi, mi van itt? Ugye egy falkásításnál 2-3 nap úgymond boxoltak a malacok. Kialakult, hogy abba a kutricában ugye volt 20 malac, a szociális rangsor kialakult, mert a különböző almokból jöttek össze, és 2 nap múlva rend és béke volt. Mindenki tudta a helyét. Ki a főnök, ki a beosztott, és ugye ez táplálkozási sorrendben, meg stb. Nem akarom részletezni. Megölik egymást a malacok. Tehát azért, mert állandóan fáradt, nem tud lefeküdni, ugye gyakorlatilag ezek a neurotoxin termelő baktériumok ugye gyakorlatilag vérér agyvizsgáltat például ugye megzavarják, de ha emellett a kinurenin útvonalnál például itt a triptofán anyagcsere, az egy nagyon fontos dolog, ugye ez nagyon fontos aminósav, ugye aminek a szerepe van ugye a melatonin képződésben, tehát az, hogy tudjunk-e megfelelően pihenni például. Ha ez nincsen meg, tehát olyan alapvető folyamatok sérülnek azáltal, hogy beavatkozunk a teremtésnek a rendjébe, a biológiai törvényekbe, és hozzáteszem, ez egy nagyon fontos dolog. Nem csak, hogy beavatkozunk, sajnos profit érdek miatt a beavatkozásunkat nem követjük le. Tehát tulajdonképpen nem vizsgáljuk azt. Tehát itt nincs egy olyan, mert le kéne írni, most újra be kéne ülni a kutricákba, mint annak idején, és meg kellene nézni, hogy hogyan viselkedik a sertés például. De ez igaz a lovakra például. Tehát ha megváltoztatjuk a lovaknak a takarmányozását, a sport teljesítmény teljesen megváltozik. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és hát azt mondom, hogy azt szoktam mondani, hogy a kismalac nem attól beteg, amit eddig még nem adtunk neki. Tehát ugye adjunk már egy piros pontot magunknak, hogy egészségesebbek legyünk. Nem erről van szó. Kell a piros pont is, tehát kell a vitamin is, meg a finom rostok, meg nem akarom sorolni. De a feketékből kellene törölni már végre,
Tehát, hogy a kismalac attól beteg, amit eddig adtunk neki, azt kéne átnézni, és nekünk is azt kéne megnézni, kigyomlálni azt, hogy ami a multinacionális cégek által megengedett, és jogilag szabályozva lehetséges, tehát az, hogy a citromot be lehet áztatni a penészgátlóba, ami egy halogénezett bifenil, hát az nem biztos, hogy jó a halogénezett bifenil pajzsmirigy hormonunkra például. Értem. Elképzelhető-e, ez egy költői kérdés, másnak nem is tennék föl, csak neked, hogy egyszer, előbb-utóbb ez az egész kártyavárként összeomlik, mert össze kell, hogy omoljon, és valami nulláról elindulva a természet közeli, teremtett világ rendjéhez igazodó agrárkultúra legyen. Mert ahogy most látom, itt GDP központú az agrárgazdálkodás. Egyre nagyobb gépekkel, egyre nagyobb műholdkövetéssel, precíziós gazdálkodásnak nevezzük, egyre több vegyszerrel, egyre kevésbé ellenálló élelmiszert vagy takarmányt termelünk, és hogy egyáltalán ez megteremjen, elképesztő, hogy mennyi növényvédőszert, műtrágyát, stb. Kell. Tehát ezeknek az összetétele véletlenül se hasonlít ahhoz, mint amikor mi például egyetemista korunkban szabványt számoltunk. Egészen másról van szó. Más az állat, más a talaj, más a növény, és akkor csodálkozunk, hogy mi is mások vagyunk, mikor mi csak követjük a természet nem rendjét, rendetlenségét. Igen, itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a szóját említettük, de nem csak szója van már. Ugye azt szögezzük le, hogy Magyarországon génmódosított növény nem lehet termeszteni a kormány jóvoltából, ugye alaptörvényben is benne van. Sajnos, ugye hát meg kell engedni a szabad kereskedelem lévén, hogy ezek bejöjjenek. Tehát így kerül be az országba. Mi nem termelünk, hozzáteszem. Ha termelnék, még nagyobb lenne a baj. Na most... Ugye az amerikai kontinensről beszélek, ahol gyakorlatilag 26-27. Éves a génmódosított mezőgazdaság, és ott például van egy nagyon érdekes betegség, azt úgy hívják, hogy szója hirtelen halál. Érdekes módon egyébként máshol is vannak ilyen érdekes dolgok, hogy Dél-Amerikában egy fuzárium faj okozza, tehát ez egy gomba fuzárium, Dél-Amerikában egy másik fuzáriumfaj okozza. Gyakorlatilag szép a szója, és két nap alatt lehervad a szója. Na most, ugye ez a glifozát, ha a talajvízbe elér egy meghatározott szintet, akkor gyakorlatilag föl tud szívódni a növényekbe. Ezért kell vigyázni az indiai tejákkal, mert ott van benne a glifozát. Ezt az indiaiak mérték. Tehát gyakorlatilag, amikor elér a talajszint egy meghatározott glifozát szintet, főszívódik a növényben, tönkreteszi a növénynek az immunrendszerét, ami egy citokrom P450 enzim családhoz tartozó, ez a növényeknek az immunrendszere. Nekünk is van olyan enzimünk, tehát a glifozát ezt teszi tönkre. Na most tulajdonképpen ez a hirtelen szója halál azt jelenti, szép a szója, és két nap alatt a tábla lehervad. Tehát ezért mondom azt, hogy előbb-utóbb a talajok olyan állapotba kerülnek, hogy olyan magas lesz a glifozát tartalom a talajvizekbe, hogy lehetetlenné válik a növénytermesztés ezeken a talajokon. Na most ugye a másik nagyon érdekes dolog, hogy előbb-utóbb talán mindenki megpróbál abba az irányba menni, hogy elhiszi azt, hogy ez a rendszer így nem működik. Tehát a reset gombot meg kell nyomni, hogy újra kell indítani ezt a rendszert, és azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy újraindítják ezt a rendszert, és kiszállnak ebből a globális takarmány, globális élelmiszeriparnak a vásárlói közül, és megpróbálják megoldani helyi közösségekbe ezt a táplálékbeszerzést, akkor előbb-utóbb nem lesz, de sajnos addig nagyon-nagyon kemény árakat fizetünk. És ugye én úgy gondolom, hogy ez a
ez az Alzheimer-kór, ami Amerikában most már nagyon nagy probléma, ez nálunk is be fog következni, és nem csak az idősödő embereknél, hanem sajnos fiatalabbnál is, és ezek a kérdések, tehát ezek a kognitív képességek, tehát az, hogy valamit tudunk tanulni, vagy valamit egyáltalán ebbe a rohanó világba, vagy ebbe a nagyon sok információ és hatás által, hogy mondjam, szabályozott világba, ezeket mi le tudjuk-e kezelni, ez gyakorlatilag, ez táplálkozás kérdése. Na jó, de hát itt kényszerpályán vagyunk. Hát jó, vannak biogazdaságok, 100-200-300 ezer hektár Magyarországon a bioterület, ökológiailag rendezett terület. Mennyi terem ezen? Hát a lakosságának alig-alig pici részét tudja. Mérnök úr, egy baj van. Te nem tudom, hogy állsz az idővel, nézd meg, mióta ülünk itt. Még van 3 percünk. Hát azért nézem, hogy be kéne jönni még egyszer, hogy ennek az egész faramuci helyzetek a megoldására te elkezdtél 5-6 évvel ezelőtt gondolkozni, cselekedni, elkezdted a Wendelin állategészségügyi, vagy állatjóléti, vagy nem tudom, hogy kitalálod a nevét, eszenciával foglalkozni, és utána most pedig ott tartunk, hogy a Herba Fulvo Premium is már kint van a piacon, és mind ezeket nem azt mondom, hogy megoldja, mert szó nincs róla, hanem valamelyest a nagy cunamit egy kicsi helyen megpróbálja visszafogni. Be tudsz jönni még persze, egyszer? Persze, természetesen. Jó. Akkor egy mondatod van ebből a 3 percből, mert másikat. Igen, tehát én az én álláspontomat itt szeretném megvédeni, tehát, és mindig nekem egy kicsit félve van ez a sertés minta kérdése. Tehát gyakorlatilag általában a problémák Amerikából elindulnak. Az immunrendszer zavara, ezek a problémák, amelyek itt, ugye ez már nem immunrendszer, hanem ez a mitokondriális betegsége a sertésnek, ez a PFTS szindróma, ahol gyakorlatilag az agysejtek sérülnek, és a bélhámsejtek sérülnek, és gyakorlatilag a környezeti ingereket nem reagálják le ezek az állatok, és úgy idézőjelbe téve egy amerikai kutató írta, hogy ezek nem haladnak. Ugyanúgy a mitokondriális beteg gyerek sem halad, gyakorlatilag klinikai körülmények között nem lehet életben tartani. Tehát olyan mértékben sérül ez az alapreguláció, amit te szoktál emlegetni, tanár úr, ezt az alapregulációt kell visszaállítani. Ha nem tudjuk visszaállítani, egyre több probléma lesz. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, Mester Károly, agrármérnök, természetgyógyász, fitoterapeuta volt a mai vendég, és megkértem mérnök urat, hogy jöjjön be még egyszer, mert most már a probléma fel van dobva, de beszéljünk egy kicsit a megoldásról is. Köszönöm, hogy itt voltál. Műszaki kollégáknak is köszönöm az adás szerkesztését, lebonyolítását. Önöknek, hölgyeim és uraim, pedig az a kérésem, hogy tessenek ezt többször végignézni, végighallgatni, olyan hétköznap nem használatos kifejezéseket használtunk, amiket sokan nem is értenek. Tessék leírni, és tessék fölmenni a Google-ba, YouTube-ra, beírni ezt, mert így kérem önöket. Ezzel meg kell ismerkedni, mert az életünkről van szó, az idősödő hölgyeknél, uraknál az, hogy meddig tudják a gyerekeiket, meddig tudják az unokáikat épp ésszel támogatni az életben. Nagyon nagy a tét. Még egyszer mindenkinek köszönöm, hogy együtt voltunk. Legközelebbi viszontlátásig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béke László műsorát látták.